Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha ma velem tartanak az aszcendensben, kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Azt is megtudhatjuk, hogy milyenek is a bikajegyűek, aztán ha fáradt a bőrünk, akkor hogyan frissíthetjük föl nagyon gyorsan. Pál István megismerteti velünk az ez időszakhoz kötődő népszokásokat, babonákat, és az autónkkal is fogunk törődni. Tartsanak velem! És akkor most lássuk, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Aztán derítsük ki, hogy milyenek a bikajegyűek. Azt azért ajánlanám a figyelmükbe, hogy bármit is ígér a horoszkópjuk, jusson eszükbe, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Kos, vegyen részt baráti találkozókon, partikon, ez az időszak kedvező a kapcsolatok ápolására, gondozására. Ráadásul ki is kapcsolódhat és jól érezheti magát. Bika, lehet, hogy túlaggódja a dolgait. Nyugalom, mindent meg tud oldani. Ez az időszak egyébként is kedvez mindenféle tanulmányoknak, karrierkérdéseknek. Ikrek, lehet, hogy elfogyott a türelme, de még szüksége lesz jó nagy adagra. Több apróbb-nagyobb konfliktus vár még önre, de mindegyiket jól tudja majd kezelni, ha türelmesebb lesz. Rák. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Az élet új utakat, új lehetőségeket kínál önnek, csak azon áll vagy bukik, hogy belemere vágni. Legyen több önbizalma. Oroszlán, ez nem az ön ideje. Kivételesen nagyon pekhes korszak vár most önre. Nincs nagy baj, de minden elromlik majd, ami csak el tud romlani. Szűz, mindig sok apró kellemetlenséget tud találni. Ami mellett mások simán elmennek, azt ön most majd magára veszi. Nem kell, csak fölösleges energiapazarlás. Mérleg. Sokszor kap olyan lehetőséget, amiért mások bármit megadnának. Önnek pedig az ölébe hull. A probléma, hogy hagyja őket elmenni. Most próbáljon meg jobban figyelni és kiaknázni a sors által küldött lehetőségeket. Skorpió. Annyi mindent kellene egyszerre csinálni. Ide menni, oda szaladni. Nehéz lesz egyeztetni, ha mindenkinek és minden elvárásnak meg akar majd felelni. Nyilas. Most aztán lesz mivel foglalkoznia, ha nincs probléma, ön megcsinálja magának. Érdemesebb lenne az energiákat a fejlődésre használni, ahelyett, hogy fölösleges problémákkal foglalkozik. Bak. Minden esélye megvan arra, hogy hosszabb utazásra indulhasson. Lehet, ez nem az az úti cél, ami élete álma, de ne hagyja ki, mert nagyon jól érezheti magát. Vízöntő. Nagyobb nyugalommal előrébb juthatna. Ha saját hibáit is belátná, akkor már a megoldás is kézenfekvőbb lenne. Próbáljon ne csak másokat hibáztatni. Halak. Kellemes hetek várják. A családi, baráti beszélgetések, összejövetelek ideje ez. Érdemes a régi kapcsolatokat is feleleveníteni, nem csak mindig a rohanó életre hivatkozva lemondani a találkozókat. A bika... Azt mondják, anyagias. Valójában azt hiszem, hogy ezt a legtöbb bika kikéri magának, mert anyagiasság mellett, az anyagiasság alatt általában pénzéhességet és pénzügyi centrikus gondolkodást, pénzcentrikus gondolkodást értenek az emberek. Igen, de tud nagyvonalú, nagylelkű, jószívű lenni. Nem a pénz, minden pénzzel mér talán, de nem a pénz az irányítója. A jó bikának, mert minden jegyben van jó és rossz változat, a jó bikának, most ne arra gondoljanak, hogy szexre, a fő tulajdonsága az, hogy a pénz zsebben ülő szolga. Azt a pénz fog nekem helyettem dolgozni. Tehát a rossz bikának a pénz zsebben ülő úr, aki parancsol az embernek, dirigál és a pénzt dolgoztatja. Ha elfáradtunk, és ez bőrünkön is látszik, akkor mindig jól jön némi felfrissítő technika, trükk, háziszer. Most Mazák Katalin ezt fogja nekünk elárulni. Hogyan szépül a mai vendégünk? A mai vendégünknél a zöldségek közül választottam a sütőtököt a szépüléséhez, illetve szódabikarbonával fogom
a pépesített tököt összekeverni, és ez kerül fel a bőrre. Mi fog történni a bőrével? Hát most az anti-aging lesz a fő célunk, és ehhez jól működik a szódabikarbóna, illetve nagyon jól méregtelenít és a szódabikarbóna szépen eltávolítja a felesleges lerakódásokat a bőrfelszínről, illetve a fagyú dugaszokat egy kicsit tisztítja, és a sütőtök azáltal is fog egy kicsit fiatalítani, és egy ragyogóbbá teszi a bőrünket, hogy ebben is enzimek találhatóak, illetve a pigment anyagai révén, a színanyagai révén egy kicsit élénkebbé, frissebbé fogja tenni a bőrünket, illetve az A-vitamin tartalma az, ami nekünk az anti-agingnél még szintén nagyon fontos lesz. Az nem fordulhat elő, hogy mivel azért elég erőteljesen színe van a sütőtöknek, hogy ilyen színesebb foltokat keletkeztet a bőrünkön? Az azért nem, de ilyen pakolás esetén ilyen nem fordulhat elő. Az viszont tény, hogyha nagyon sok tököt fogyasztunk, akkor elszíneződhet egy kicsit pigmentáltabbá, sárgásabbá válhat a bőrünk. De ehhez gondolom napi kiló szinten kellene. Azért ehhez mennyiséget kell fogyasztani, igen. A szódabikarbóna nem lenne elég akkor, ha ez ilyen szuper anti-aginges hatással bír, ha kenegetnénk naponta magunkra valamilyen formában, tehát kell variálni valami mással? Én szeretem variálni, hiszen minden anyagunkban más-más hatóanyag van, és ha komplexebb hatást szeretnénk elérni, akkor célszerű őket kombinációban alkalmazni. Akár lehet a szódabikarbonát radírként is, pici vízzel összekeverve, de óvatosan, mert hogy azért érdesebbek a szemcséi, tehát olyan nagyon-nagyon nem kell ilyenkor megdörzsölni a bőrt, csak finoman. De mivel a radírozás kapcsán a szódabikarbóna révén kicsit lugos irányba terelgetjük a pH szintjét a bőrnek, utána célszerű visszaállítani a normál pH-ját a bőrnek, tehát esetleg valamilyen savasabb gyümölcsnek a levével, vagy higított levével picit áttörölve ezt el tudjuk érni, és utána krémezhetünk. És akkor most az anti-agingben hogyan fog hatni a szódabikarbóna és a sütőtök közösen? A sütőtök enzimjeivel és a szódabikarbón és a hatóanyagaival fogja ezt elvégezni, ezt az anti-aginget. Amit tapasztalni fogunk, és inkább azt gondolom, hogy ilyenkor a tapasztalati érzet a fontosabb otthon használatnál, hogy egy nagyon finom, lágy puhává válik a bőrünk. Illetve utána feljuttatott argánolaj jobban fel fog tudni szívódni. Annak egy nagyon intenzív gyulladás, csökkentő, regeneráló hatása van, sejtmegújító hatása van, és így ezek együtt komplexen nagyon szépen felélénkítik, üdítik a bőrünket, és regenerálják azt. Az anti-agingben benne van ugye a ráncok eltűnése is, hiszen az is korosít. Ebben is segít nekünk? Azt én azért nem szeretem alkalmazni a ráncok eltűnését, mert ilyenkor mindenki arra gondol, hogy itt egy varázslóiskola van. A radírozás az talán annyiban jobb megfogalmazás lehet, vagy leginkább egy kicsit kitöltés, feltöltés, mert a radírozásnál, ha egy lapra húzunk egy keményebb ceruzával egy vonalat, és kiradírozom, azért bizonyos fényeknél ott egy halvány vonalka látszódik. Tehát ha már kialakultak a ráncaink, azt mindenképpen el lehet érni, hogy feljebb töltődjenek, a nagyon finom vonalakat akár el is tüntethetjük, de egy nagyon intenzív mély ráncnál az elsődleges célunk a feltöltése. Azt azért kicsit túlzás elvárni ezektől a készítményektől, hogy eltüntesse. Egyébként léteznek ezek a csodakrémek, hogy tényleg 3 hét után x sok százalékkal kevesebb lesz a ráncunk, vagy látható lesz, hogy eltűnnek? Ha jól van összeállítva az a krém, és a megfelelő hatóanyagok vannak benne, akkor lehet sok százalékkal jobb a látvány. Ha csak egy hatóanyagot emelek ki, amit én nagyon szeretek, a hialuronsavat, az önmagában vízmegkötő hatással bír, és egyébként a bőrünknek egy alkotó eleme.
Azért szeretjük, mert egyrészt vizet köt meg, illetve önmagában is hidratálja a bőrt. És a vízből saját tömegének ezerszeresét is képes megkötni. Tehát így, ha végig gondoljuk, akár lehet, de tény, hogy ehhez azért kell folyadék a szervezetbe pluszban, hogy legyen miből megkötni a folyadékot. Nagyon fontos dolog, hogy ne felejtsük el a múltunkat, azokat a szokásokat, babonákat, néphagyományokat, amiket még nagyanyáink azért a mindennapi életük részeként kezeltek. Ezért időről időre megkérdezzük dr. Pál Istvánt, hogy segítsen nekünk ezt őrizni. Május, milyen népszokások, babonák kötődnek ehhez az időszakhoz? A régi kalendáriumok szerint május a pünköst hava, bár ez idén nem érvényes, hiszen a pünköst június elejére tolódott át ebben az évben. Május 1-e nagyon jelentős szerelmi ünnep, hiszen ekkor szokták állítani a fiatalok a májusfát, szokták volt régebben, és hál' Istennek újabban ismételten mind a külvárosokban, mind a falvakban felállítják. Ez egy szerelmi vallomás, a legények társaikkal együtt jó, hosszú, már zöldellő leveles fát állítanak a kedvesük háza elé, a kiskapuhoz oda szegezve, vagy oda kötözve. Azért érdekes ez, mert mindenképpen egy falurádió szerepét is betölti, hiszen a szomszédok epekedve lesik, hogy kinek állítanak, melyik lánynak állítanak ilyen fát, és rögtön elkezdődik a találgatás, hogy vajon ki állíthatta, ha nem ismerik az udvarlónak a személyét. Természetes, ha a szülők tiltják a lányt attól az udvarlótól, akkor még világosodás előtt igyekeznek eltüntetni az ajtóból ezt a fát, hogy ne legyen nyoma sem ennek a románc kezdeményezésnek. Május egyébként szűkölködik olyan népszokásokban, vagy olyan hiedelmekben, mint ami télen, a téli időszakban előfordult, hiszen ekkor már a falusi lakosság legnagyobb része a szántóföldeken, meg a kertekben dolgozik, tevékenykedik, nincsen idejük arra, hogy különböző nagy ünnepeket üljenek meg, de mégis az, ami a néphitben jelentkezik, az valamiképpen a mezőgazdasághoz is köthető, hiszen a fagyos szentek ilyenkor vannak, május 12-13-14-én Pongrác, Szervác, Bonifác, ami ellen általában a gyümölcsösökben, ahol ilyenkor vannak a gyümölcsfáknak, ilyenkor van a gyümölcsfák virágzási időszaka, füstölni szoktak, hogy ezzel is melegítsék a levegőt, ne fagyjanak el a gyümölcsök, illetve ilyenkor szokták mondani, hogy a fagyos szentek előtt nem szabad babot ültetni, nem szabad uborkát ültetni, vagy kirakni, vagy kiültetni a palántákat, mert azok elfagyhatnak. Van, akinek szerencséje van és nem fagy el, ilyenkor sokkal hamarabb tud vinni piacra a gyümölcsöket. Az utolsó fagyos szent az Orbán napján van, május 25-én. Szent Orbán egyébként a szőlőtermesztők, a vincellérek, a kádárok, illetve a kocsmárosoknak is a védőszentje. Sok helyen, katolikus vidékeken, a szőlőhegyekre vagy a dombokra, ahol szőlőt termesztettek, Szent Orbán szobrokat állítanak föl, és őt szokták ünnepelni, hogyha nem fagynak le a szőlőtermésnek vagy a szőlőkacsok. Olyankor virágot raknak a szobruk elé, ha elfagy, akkor meg beszokták kenni sárra. És még egy olyan jelentős mezőgazdasághoz köthető vonzata is vannak ennek a napnak, hogy ekkora már illet, és általában a juhászok meg is csinálták, hogy levágták, lenyírták a juhokat, és egyébként ha Orbán napján fagyott, akkor a szerencsétlen juhoknak sokkal inkább kárukra volt, mint hasznukra. És most autóápolással fogunk foglalkozni, de szigorúan egészségmegőrzési céllal, hogy fertőtlenítsük a légkondicionáló rendszerünket.
Most, hogy eljön lassan az autó klíma használatának az időszaka, legalábbis reméljük. Mi az a fontos dolog, amire érdemes odafigyelnünk, hiszen nagyon sokan allergiásak vagyunk, és mindenféle bajunk van a klímától, és a mai világban már sajnos annyira felmelegednek a nyarak, hogy szükséges rossz. Igen, hát sok egyéb más mellett, amely nyári felkészítést kiegészít, érdemes a klímának a kellően steril, baktériummentes környezetét kialakítani, mivel így nagyjából mindenki tudja, a klíma gyakorlatilag meleg ágya lehet különböző baktériumoknak, mint például a légionáris betegséget okozó baktériumnak a táptalaja lehet, és ami szereti a vizes közeget, és teljes mértékben a klíma van neki kitalálva, mint szaporodóhely. És hogy csirájába elfolytsuk ezeket a baktériumokat, mikroorganizmusokat, spórákat, ami lehet penésspóra, vagy éppen akár a pollenek még tavalyi évről megmaradva, ami a klímában megrekedhettek, az ózongenerátort lehet ajánlani, mint egy teljesen humánus módját a fertőtlenítésnek, ami mondjuk 50-szer gyorsabb és 3000-szer hatékonyabb a hagyományos klórgáznál. Mi ez, hogy ózongenerátor? Ezt tisztázzuk. Az ózongenerátor az egy nagyon egyszerű kémiai elven működő technika. A lényege az, hogy a közönséges oxigén molekula, ami a levegőben, ami az életnek alapfeltétele, ez az oxigén két atomos szerkezete, az O2, ehhez az ózongenerátor ilyen elektromos kisülések indukciók hatására egy harmadik oxigénatomot rendel, így O3 molekula lesz belőle, és ezek az ózon molekula, amit mindenki ismer, nagyjából az ózonpajzs felettünk, ami véd a világűrből érkezett, illetve a nap által káros ultravioletta sugárzások ellen, ezek a ózon molekulák gyakorlatilag nagyon rövid úton erről a háromatomos szerkezetű oxigén molekuláról leválik egy reagens, igen oxidatív egyatomos oxigén atom, ami gyakorlatilag keresi a reakciót, keresi az oxidálási lehetőséget, magyarul az égés egyenlő oxidáció, tehát nagyon gyorsan szeretne elégetni valamit, vagy hozzá csatlakozni egy szintén páratlan oxigénatomhoz, egy egyatomos oxigénatomhoz, és O2-vé, tehát a belélegzésre alkalmas, sima oxigénnél szeretne alakulni. Hogyha ebben a légtérben, mert egy gáz és légtérről beszélünk, az autónak a klímájáról, vagy egy lakásnak a klímájáról, ez gyakorlatilag a légtérben található összes mikroorganikus élőlényt vagy szerves anyagot oxidál. Tehát mint egy szobahőmérsékletű lángszóró eleven eléget hamuvá alakítja, csekély hő kibocsátással járó égéshez, tehát gyakorlatilag egy energia szempontjából értelmezhetetlen égés, hanem a lényeg az, hogy a terítetlen minden élő szervezetben vannak terítetlen zsírsavak, vannak bizonyos fehérjeláncok, amiket ez az agresszív oxigén gyakorlatilag hozzárendeli magát. Tehát magyarul, minthogy a szénhez is hozzáadjuk az oxigént, széndioxid lesz belőle. Hogyha egy meghatározott poratkához, vagy egy baktériumhoz hozzáadjuk ezt a reagenst oxigént, akkor ez a baktériumnak a hagyományos vegyele plusz egy oxigén, ami annyit jelent, hogy a baktérium plusz oxigén egyenlő hamu. És az már mondjuk a pollenről van szó, ami szintén tartalmaz terítetlen zsírsavakat, az is már alkalmatlan lesz allergiás reakció kiváltására, mert gyakorlatilag eltűnnek azok a paraméterei, ami arról szólnának, hogy a emberi légzőszervet irritálja. Tehát akkor gyakorlatilag az ózongenerátor segítségével, mint egy csirátalanítjuk, fertőtlenítjük a klímarendszerünket. Igen, mint ahogy mondjuk világszerte használják mondjuk a húsiparban az ózongázt, vagy éppen a gyógyászatban az eszközök fertőtlenítésére, vagy
védőgázokat képeznek vele, vagy például a sportolóknak a izomzatának fejlesztésére, és a vízművekben is az ózonnal kezelt víz a legcsirátlanabb és a legjobb ízű. Tehát a legfinomabb víz, az ózonnal kezelt víz. Mi úgy neveztük el ezt a weboldalunkon, hogy a napfénynek az illata. Ez egy szénához, szegfűhöz hasonlatos, hát az ózondús hegyi levegőnek, vagy a frissen száradó, napfényen száradó ruhának az illata gyakorlatilag. Na most, ha ezt megcsináljuk az autónkkal, elvégeztetjük, ezt hogy lehet, be kell jelentkezni, mennyi időt vesz igénybe, minden klímaberendezés alkalmas erre, kicsit segítsünk a Igen. nézőknek. Nekünk amellett, hogy ekológiai szemléletünk, tehát hogy pénzközpontú, mert vállalkozás vagyunk, de attól ökológiai szemléletünk is van, és szeretnénk az ügyfeleinknek kedvezni abban, hogy ők is gyakorlatilag jövőre is ügyfélként jelentkezzenek, ne legyenek betegek. Tehát mindenképp minden egyes ügyfelőnek, aki megjelenik nálunk, ingyenesen bocsátjuk a rendelkezésre a klímafertőtlenítést. Egy fél órás kezelésről van szó. Az ózongáz, azért hozzátesszük, eléggé veszélyes anyag gyakorlatilag, tehát egy perces türelmi időt az az ózongenerátor, mielőtt elindul, rázárjuk az ajtót a autóban, beállítjuk a belső levegőkerintetést, és gyakorlatilag ilyen kékszínű füst keletkezik a utastérbe, ami minden egyes pórusba behatol, és minden egyes, amelyet elér, minden egyes organizmust, mikroorganizmust elpusztít. De az ember, hozzáteszem, biztonságban a testmérete révén, tehát a mi, hogy kárt szenvedjünk, ez kémiai képtelenség, mert mi túl nagyok vagyunk az ózongáznak, az ózon atom szintjéhez értelmezhetetlenül nagyok vagyunk. Tehát mi esetleg akkor szenvezhetnénk károsodást, hogyha mondjuk belélegeznénk hosszú távon, és a tüdőnkben is vannak telítetlen zsírsavak, és azok is oxidálódhatnának. És ez még egy E-vitamin hiány esetén értelmezhető csak ez a kár gyakorlatilag. Még egy rövid mondatot kanyarodjunk vissza a felé, hogy azt említetted, hogy ezt lehet lakásban is használni, meg hogy van teherautóba való is, amit hordozhatnak magukkal, és akkor ez sem veszélyes. Egyáltalán nem. A lakás, tehát az, amiről mi beszélünk, ami az autó klímáját feltétlenül, egy ipari ózongenerátor, ami óránként 10-14 gram ózont állít elő, az óriási mennyiség. Tehát hozzáteszem, hogy ezelőtt két évvel is már a 0,7 gram per órás ózongenerátorok már világbajnokok voltak, de most ilyen újabb fejlesztések, tehát dupla ózonlapos generátorok jönnek a piacra, és gyakorlatilag azzal már azt már nem lehet, hogy már emberi jelenlét mellett használni, vagy például, hogyha akvárium vagy növény van a szobában, azt le kell takarni, az akvárium szerőszetét ki kell kapcsolni, és tehát mindenképp a lakásban úgy számításaink szerint egy 100 négyzetméterre elegendő egy ózongenerátoros kezelés, egy fél órás, ami gyakorlatilag 250 köbméternek felel meg egy átlag lakásnál. És az egy fél órás kezelés, egy fél órás türelmeidő, amíg bemehetünk, de a gép távirányítóval üzemeltethető. Tehát nem kell hozzá be sem menni, hogyha arról van szó. Szellőztetés javasol, a ózon gáznak a felezésére 22 perc, tehát gyakorlatilag a legagresszívabb oxidáló szerből 22 perc alatt a legéltetőbb elem keletkezik, ami létezik a Földön. Tehát 22 perc után biztonságos a bentlét. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra. A viszontlátásra!